Jó estét kívánok, ez a kezdőkör második adása, és a múlt héten ígértük, nőnap alkalmából hölgyekkel beszélgetünk a mai műsorban, próbálunk meg vitatkozni, nevetgélni és egyáltalán megvitatni a sport legfontosabb történéseit az elmúlt időszakból, bár itt már az adás előtt kaptam kérdést, ugye nem kell betéve tudni azt, hogy hétvégén mondjuk mit játszott a Vidi, vagy éppen a Hokisok, de nyilván azért érintjük egy picit ezt a témát. Úgyhogy hát először is a hölgyeknek boldog nőnapot, így egy nappal nőnap után. És akkor be is mutatnám a kedves vendégeinket. A túloldalról kezdjük, Vörös Zsuzsa olimpiai bajnok öttusázó, és ugye a Volán Fehérvár, mondhatom, első embere, vagy ez most hogy van nálatok? Szakosztályigazgatója, ez a legegyszerűbb titulus. A főnök asszony? A főnök asszony. Mert azért ez... van azért fölöttem főnök, mert az elnök az fölött az a nagy főnök. De szakmailag? Igen, szakmailag. Szakmailag. Igazából a döntéshozó az öttusában én. Deli Rita, olimpiai ezüstérmes, kézilabdázó, őszig ugye az Albafehérvár kézilabda csapatának vezetőedzője. Pihented magad az elmúlt hetekben, hónapokban? Hát mondhatom, azt láttam, igen, hogy voltál edzőképzésen. Igen, azon úgy gondolom, hogy ez egy nagy feladat volt, úgyhogy most volt időm a szakdolgozatom elkészítésére, az EHF, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség indított egy mesteredzői képzést, és azt most fejeztem be februárban, volt a szakdolgozatvédés, úgyhogy azt gondolom, hogy tartalmasan telt az úgymond pihenőm, hát az élet természetesen megy tovább, úgyhogy gyűjtöm az energiáimat. És itt van velünk Borsányi Bea, aki kolléga, újságíró, és valamikor Somos Zolival ketten vittetek ugye egy sportszerkesztőséget, igen, hogyha jól tudom. Azóta mennyire kanyarodtál el a sporttól? Igen, a sportperceket vittük, az volt akkor éppen a műsornak a címe. Most is ez? Igen, hát akkor az azóta. Illetve most már beolvattunk a híradóba, de a sportpercek fő címe megy a híradó előtt. És hát akkor még volt szerencsém a sportba dolgozni, hiszen a Videótonnak voltam én a mondjuk így, hogy sajtófőnöke. A foci csapat Videótonnak. Igen, a foci csapat Videótonnak 2009 és 2011 között. És hát azóta viszont nem sokat foglalkoztam sporttal. Ugyan most is újságot írok, de nem a sportvonalon mozgok, hanem inkább közéleti témákban. Viszont... igen, parancsolj! Bocsánat, van egy focista férjem, tehát ilyen szempontból. Ilyen szempontból mondjuk lehet. Pont innét akartam átkötni az első témánkhoz, hogy otthon ugye nyilván gondolom sok meccset kell nézni, és hát a többieknek is szól a kérdés, hogy ti hölgyek mennyire vagytok sportfogyasztóak? Ugye ma nagyon abban az irányba megy a világ, ugye, hogy mindenben törekszünk az egyenjogúságra, ami szerintem egy balgaság, mert hogy én sose gondoltam azt, hogy ne lennének a férfiak a nőkkel egyenjogúak. Maximum arról van szó, hogy vannak dolgok, ami természetünkből fakadóan bennünket, férfiakat jobban érdekel, és vannak dolgok, amiben pedig ti hölgyek vagytok sokkal jobbak, sőt, teszem hozzá, szerintem sokkal több ilyen dolog van, amit ti jobban csináltok, szóval, de mégis ebből az irányba megy a világ. Mennyire vagytok tényleg sportfogyasztók otthon, akár személyes jelenléttel, és most nem feltétlenül csak mondjuk amit ugye hivatásszerűen kell látogatni, de hogy néz ez ki nálatok, és aztán beszélünk arról is, hogy miért van az, hogy mondjuk itt Fehérvár és környékén most nem tudtunk hirtelen találni olyan hölgyet, aki kifejezetten sportújságírással foglalkozik, de először is akkor az első kérdés, hogy mennyire vagytok sportfogyasztók? Én sokat nézek, nyilván a kézlabdát azt vegyük külön, mert hát az mindenféleképpen nem csak szakmailag, hanem egyébként is követem akár a BL mérkőzéseket, vagy a bajnoki mérkőzéseket. Egyébként pedig a futballt nagyon szeretem. Családban unokölcsém... Most Lengyelországban? Igen, most Lengyelországban van a Kocsis Gergő, úgyhogy napi szinten nem csak a piros hazai... lapot otthon kielemeztétek? Ugye most nem is igen, olyan régen. Igen, kielemeztük. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy mindig is a családunkban meghatározó volt a futball. Édesapám futballista volt Tatabányán. Mondhatom azt, hogy a férjem is régen ugye futballista volt. Ennek kapcsán azért a kosárlabdát is nyomon követem, az Albafehérvár mérkőzéseit, de mindenféle sportágat. Tehát én azt gondolom, hogy aki ebben élt, nekem továbbra is meghatározó az életemben. Természetesen, amikor kikapcsolódni szeretnék, szerettem moziba járni, hát most az a jelen pillanatban ugye nem lehetséges, de ha a sportra visszatérve, én mindenebből vagyok, tehát nagyon szeretem, akár az öttusát, akár az úszást, tehát azért úgy nyomon követem. Zsuzsi, nálatok ez hogyan? Azért dobnám neked tovább rögtön a labdát, mert ugye
Én sokszor találkozom olyan véleménnyel, főleg akik egyéni sportot űznek, és főleg mondjuk tényleg akár futnak, höttusáznak, triatlonoznak, atlétizálnak, hogy a foci az nem, az még otthon sem, meg az nem sport. Nagyon mosolyogsz, nálatok ez is nyugodtan, tehát tényleg ez egy olyan műsor, ahol lehet markáns véleményt is formálni, mert hogy vagy megfogalmazni, mert véleménye mindenkinek van, és lehet, úgyhogy csak nyugodtan. Hát lényegében maga az ötös egy eléggé összetett sportág, tehát hogyha azt nézem, akkor az öt számot is nagyon szeretjük nézni külön-külön, az már eleve öt sportág. Ha csak azt mondom, hogy a hétvégén mondjuk tevékenykedtünk innen a kertbe, és felvételre volt állítva a foci meccs, kézilabda meccs, tehát azért már eleve azt azért még lehet, hogy gyorsítva, de azért visszanéztük, volt, ami nem volt gyorsítva, de visszanéztük, úgyhogy ezek működnek. A gyerek az imádja a kézilabdát, tehát azt már van otthon egy ilyen kisebb labda, amivel úgy dobál, hogy néha el kell belőle bújni, mert olyan erő van. Teljesen jobbkezes, ez már fel lett mérve minden 6 éves kora ellenére, jobb szem, jobb láb, jobb kéz, minden, úgyhogy ebből a szempontból ő szereti. Úgyhogy figyelemmel követek persze elég sok mindent, de azért célirányosan jelen pillanatban elég el vagyok foglalva a saját sportággal, úgyhogy mondhatom azt, hogy mindenevők vagyunk, de azért az öttusa mindig is a szívünk csücske marad. És ha jöttem be, akkor ez úgy van, hogy van x darab televízió, azon különböző mérkőzések mennek, a meccs adott pillanatáig még hanggal, aztán amikor mond egy olyat a kommentátor, vagyis tulajdonképpen egy kolléga, akkor lehalkításra kerül a kedves férjed által ez a televízió. Igen, a hír igaz, csak nem biztos, hogy ebben a formában, de igen, tehát nálunk úgy megy a foci általában, úgy megy, hogy kettő mérkőzés, egy megy ugye online formában, és ugye mögötte van egy nagyobb tévé, ott meg egy másik, tehát így szimultán nézünk mi, vagyis hogy hát leginkább a férjem futballmeccset, és valóban olyan is van, hogy lehalkításra kerül, hogyha nagyon nem tetszik a dolog, de az biztos, hogy a kollégák azok rendszeresen kritizálva vannak egy-egy megjegyzés kapcsán, hogy na hát ez vak, ez nem jól látja, honnan tudja, ez soha életében nem volt futballmeccsen, tehát hogy ilyen is elő szokott fordulni, de amúgy tényleg mi is mindenevők vagyunk, tehát mi kézilabdát ugyanúgy szoktunk nézni, ahogy kosárlabdát, sőt Forma 1-et a fiam révén. Bár a kézilabda az nem nagyon szerencsés nálunk, mert általában az van, hogyha a férjem oda kapcsol egy kézilabda meccsre, akkor a magyar csapat rögtön, hogyha nemzetközi meccs van, elkezd lemaradni, és akkor mindig szoktam kérni, hogy minek kapcsoltál oda, kapcsolja el, majd 20 perc van, nézd meg, hogy mi az állás, aztán kapcsoljál vissza, és akkor, tehát hogy így, de nálunk is igen, nagyon sok sport van a tévében, és még annyit elárulok egyébként, hogy például, amióta én magam is a futballban dolgoztam, rám rettentően relaxáló módon tudhatni, hogyha csak a háttérbe megy az atmoszféra, és akkor megy egy foci meccs, és ha megvannak azok a zajok, azok a hangok. Főleg egy jó magyar meccs sok nézővel. Hát a magyar meccseket ritkában nézzük, a Vidit nyilván igen, de inkább nálunk a La Liga az, ami nagyon sokszor, sőt az állandóan terítéken van, és aztán ugye vannak még egyéb, néha angol bajnokság, német bajnokság, hát ugye BL az nyilván nem maradhat el, tehát hogy azért ezek megvannak standardben. Na és ti mit gondoltok, hogy van az tényleg, hogy annyi minden területen súlykolják ránk azt tényleg, hogy most már itt is kell, sőt, hát vannak olyan törekvések, ugye, meg kitalálnak előírásokat, hogy mondjuk akár parlamentális szinten, és a politikát csak ennyi erejéig hozom ide, hogy kell, hogy legyen egy parlament összetételében x számú hölgy. Nyilván azon lehet vitatkozni, ez jó vagy nem jó, de hogy nagyon sok területen próbálják, talán picit megerőszakolva is, anélkül, hogy itt nagy tömegek akarnának ezzel foglalkozni, tolni a hölgyeket, hogy vegyék át egy picit a férfiak eddigi szerepét, és hogy valahogy itt a sportújságírás terén ez úgy annyira nem feltétlenül érzékelhető, vagy egyáltalán akár a sportban, a sportpályán, hiszen ahogy gondolom, Zsuzsi, nátok is inkább, legalábbis ahogy én látom, meg tapasztalom, azért még mindig többen vannak az edzők, a férfiak közül, ugye? Jó gondolom? Hát, hogyha onnan nézzük, hogy az utánpótlás edzők azok hölgyek általában. Akkor már meg is cáfoltál. Mert hát ugye kisgyerekekkel kell foglalkozni. Tehát amikor beiskolázzuk őket magába a sportákba, és itt nem feltétlenül az öttusára gondolok, hanem úszás, futás, ott még babusgatni kell, üngyüm-bündyüm, gyere ide,
cicukám, ölelgetni, stb. És hát innen jönnek aztán a következő lépések. Igen, a katonafecó is nagyon jó. Igen, meg vannak kollégák, akik ebben jók, de azért onnan, de ők már följebb lévő korosztályokkal foglalkoznak. Tehát ott, ahol már aztán valamiféle szabályok elé kell állítani a gyerekeket, ott azért előtt szeretettel vannak férfi kollégák, hiszen csak gondoljunk abba, hogy nem azt mondjuk, hogy egy jó anyai pofon, hanem egy jó apai pofon, tehát hogy azért most itt nem arra gondolok, hogy ütjük verjük a gyerekeket, világos. De azért már a mondásban is benne van, hogy a férfiakat teszik oda, bár azért megkaptam már én is, hogy azért jó lenne, ha visszaülnék az uszodába, esetleg a partra, mert hogy hát azért eléggé erőteljes tudok lenni, vagy egy futáson, amikor azt mondom, hogy na jó, hát akkor figyelj csak, hát ez egy nulla volt kezdelőről, jó? Tehát, és ezt nem ebben a stílusban mondom, hanem egy kicsit úgy vehemensebben. Tehát én azt gondolom, hogy unblock, talán a társadalom nincs erre úgy felkészülve, megérve az, hogy bizonyos kategorizáltan férfi szerepeket esetlegesen átvállaljanak a nők is. Tehát ha csak most abba gondolkodom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnak a sportolói bizottságában aktív részese vagyok, tagja vagyok, és hát ott is azért a hölgyek egy kicsit kevesebb létszámban vannak, és már ott, ugye, ott is az van, hogy az elnökséget próbálják, hogy akkor több hölgy legyen benne, hiszen a NOB-nak is ez az elvárása. Miközben azért megjönnek azok a hangok, hogy de most azért válasszunk be valakit, mert hogy nő, és hogyha mi van, hogyha buta. Tehát, hogy ez a... És rögtön itt kérdeznek vissza, és hát... Ezért nagyon most be is kapcsolódni. Na! Tehát, hogy amit te is mondtál, miért vannak ezek a sztereotípiák? Én azt gondolom, hogy a szakmaiság a lényeg, és ez teljesen mindegy, hogy az nő vagy férfi, és ne legyen különbség e között. Természetesen vannak olyan jellegű foglalkozások, sportágak, ahol nyilván többségében vannak a férfi edzők, férfi vezetők, de miért lenne jó egy férfi vagy egy női vezető, akár politikai téren, akár elnökségi téren, akár edzői téren, hogyha a kézlabdát nézzük, nálunk ugye mondhatjuk azt, hogy a férfi szakág és a női szakág, mondhatom azt, hogy majdnem párhuzamosan működik. Nagyon sok női edző van a női csapatoknál, vagy akik arra orientálódó profi csapatokat képviselnek. Természetesen a férfi csapatoknál többségében nem, talán egy-két nevet tudnék mondani, ahol férfi csapattal vagy fiú csapattal női edzők dolgoznak. Te egyébként el tudnád képzelni, hogy férfi csapattal dolgozzál? Szándékosan nem, tehát egy felnőtt férfi csapattal dolgozzál. Egyébként lenne kedvem, mert egy teljesen más karakterű játékosok. Tehát nagyon szeretem azokat, akik vagány játékosok, és azért a férfiakban vagy a fiúkban benne van az a vagányság, az a bátorság, nyilván a női játékosokban is, de biztos egy másabb kihívás lenne. Hát természetesen az egy férfi csapat, az már egy másabb kategória. De ugyanúgy tud lenni keménykező egy női vezető, ugyanúgy tudhatja azt a szakmát. És férfi. Azért én azt el tudom mondani, amikor vezetőedző voltam, ugye 5 év vezetőedzői pozícióban, hát meg kell, hogy mondjam, azért komoly munka volt a szakmában, nem az, hogy elismerjenek, mert nyilván azért meccsről meccsre azért a férfi kollega is elismeri azt, ami éppen a taktikában vagy a meccs folyamán történik, de én ettől óckodok, hogy, és nagyon sokszor szembe kerülünk azzal, hogy jó, hát hogy a nő, akkor ő ezt nem. Tehát, hogy annyiszor bizonyítják a nők, hogy rátermettek, hogy, és mondhatom azt, hogy név nélkül, élményszámba ment, amikor mondjuk meccseltem egy férfi kollégával szembe, és jó érzés volt, hogy két lépéssel előtte voltam, és jártam. És abszolút, én egy kicsit a másik oldalról tudnám ezt megtámogatni, mert én ugye egy sajtófőnöki pozícióban dolgoztam, egy olyan csapatban, ahol mindenki férfi volt, ugye nyilván rajtam kívül a komplett csapat, a komplett vezetés, és mindenki. És bizony sokszor azt éreztem, igen, hogy valamilyen szinten megkérdőjeleződik az, hogy én képes vagyok megcsinálni bizonyos dolgokat, holott ott mondjuk a saját szakmámba dolgoztam, tehát nem az volt, hogy nekem bele kellett volna szólni egy foci meccs értékelésébe, vagy egy taktikába, vagy bármibe, vagy értékelni kellett volna mindezt, hiszen nekem más volt a feladatom, de mégis sokszor úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy kompetensnek tartják egy nőt arra, hogy mondjuk egy stadionban én voltam egyébként ugye műsorközlő is egy darabig, amiért sokszor szerintem úgy érezték, hogy mi az, hogy egy foci stadionban egy női hang mondja be az összeállítást. De hát miért ne?
Tehát, hogy miért olyan nagyon furcsa, ez muszáj egy férfinek ordítani a műsor közlőbe, hogy és akkor mondjuk együtt, hogy hajrá vidés, nem tudom micsoda. Tehát, hogy szerintem abszolút igaz az, hogy némileg hátrányból indulunk. És még hozzátenném egyébként, hogy ugyanakkor viszont, ahogy a Zsuzsa is mondta, hogy kell bizony néha babusgatni, vagy egy lágyabb vonalat felhozni, bizony nem rossz az, hogyha sok férfi között van egy olyan ember, aki azt a lágyabb vonalat meg tudja adni. Tehát én sokszor találtam magam ugyanabban a pozícióban is, hogy az anyukájuk voltam sokszor a focistáknak, és hogyha bármi bajuk volt, akkor jöttek hozzám. De beha, és mikor érünk oda, és mikor állunk megpisélni, és akkor mi lesz a kaja, és pedig hát 20 éves, meg 30 éves emberekről beszélünk. De mégis kell egy ilyen szerintem, hogy benne legyen. És most egyébként pont Bírul az jutott eszembe, a kézisek masztorak ennek az inverze, hogy ugye volt olyan, hogy csak nő vette őt körül, hiszen a stábban ő volt az egyetlen férfi tag, főleg ugye utazásoknál. Jól érezte magát. Én ezt nem vitatom. Én is jól éreztem magam annyi pasi között, tehát azt így nem. Ő már annyi éve van, és azt gondolom, hogy egy kiváló, kiváló szakember. És természetesen most, ha elmondanám, hogy a Gyuri táskájában minden szükséges dolog volt, a fájfájás csillapítótól elkezdve bármi, ami a női. Hogyne? Hát ott soha nem lehet tudni, hogy éppen kihagyja otthon a papírzsebkendőjét és az egyéb dolgait. Igen. Úgyhogy ő már mondhatjuk azt, hogy lányosítva volt, úgyhogy mindenféle problémájukkal lehet, hogy valaki otthon nem is mesélt el azokat a dolgokat, amit vele megosztott. És én azt gondolom, hogy ebben a diszkréciója az mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos dolog. És talán ez is egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, aki emberekkel foglalkozik, aki egy szakmában hogy tudja azt, hogy, szóval, hogy meddig lehet elmenni. Úgyhogy hát Laci az jeles része a csapatnak. Akkor ezt a beszélgetésnek, ezt a részét akkor lezárhatjuk végül is azzal, hogy Isten igazából teljesen mindegy, hogy valaki adott pozícióba férfiként vagy nőként pályázik, a lényeg akkor az, hogy értsen hozzá is tudja. És akkor nem kell elvédetni semmit. Nálam abszolút, igen, persze. Maximálisan. Köszönöm szépen, hölgyek, egyetértetek, én akkor is köszönnék. Viszont menjünk tovább még egy szintén téma, ami közös és sport, ugye hát mind a hárman, bár különböző korosztályú gyermekeknek, de az édesanyjai vagytok. És azért mind a hárman elég erőteljesen kötődtök a sporthoz. Mennyire elvárás egy anyukánál az? Mert nyilván egy apuka, ha sportolt, akkor azt akarja, hogy a gyerek az a sport még egy kicsit jobb is legyen, meg mit tudom, de anyukánál ott mennyire van ez a késztetés benne úgy, hogy főleg ugye a ti esetetekben, Zsuzsa és Rita, hogy olimpián voltatok, onnét aranyéremmel, ezüstéremmel tértetek haza, hogy pontosan tudjátok azt, hát labdarúgó feleségként szintén a másik oldalról látva egy picit, hogy micsoda lemondás az, hogy az emberből sikeres sportoló legyen. Tehát akkor megint a rövid kérdés, mennyire erőltettétek édesanyaként azt, hogy erőltetitek, hogy a gyerekből sportoló legyen, vagy nem is az a jó kérdés, mert szerintem anyaként nem, mennyire fontos. Akkor kezdem én, mert nekem van a legidősebb gyerekem, tehát mondhatom, hogy mi túl vagyunk sok mindenen. Ugye az én fiam 22 éves, és én mindenképpen szerettem volna, ha sportol. Egyfelől azért, mert egyébként én is sportoltam, csak én nem jutottam ilyen messzire, mint itt a hölgytársaim. Ugye én röplabdáztam, és én szerettem volna azért, hogy sportoljon a Dani, nem az eredmények miatt feltétlenül, hanem inkább azért, mert azt hiszem, hogy a sport egy csomó mindenre megtanítja az embert, amit máshol nem biztos, hogy van alkalmad megtanulni, és az egészséges életmódnak is egy nagyon fontos része. Nyilván egy bizonyos pontig azért ezt tegyük hozzá, hogy ugye egy komoly versenysport az már lehet, hogy túl van az egészséges életmódon. De én úgy voltam vele, az én fiam kosárlabdázott, hogy egy csapatsportot jól érzi magát, ugye ismerettségeket, barátságokat köt, ha eljárnak meccseket utazás alatt, azért sok jó pofa dolog történik, de én csak addig a pontig kvázi erőltettem, ameddig elérte azt a kort, hogy már maga el tudta ezt dönteni. Tehát ő aztán középiskolában, sportosztályban is járt, tehát akkor még csinálta, és szerintem egy érettségi előtt volt az a pont, amikor úgy megingott abba, hogy hát nem biztos, hogy ő neki ez most így tovább kell csinálni, és akkor elkezdte pedzegetni, hogy hát akkor nem jár már edzésre, és nem úgy csinálja a dolgokat. Azóta viszont például jelentkezett kosárlabda játékvezető képzésre, mert hogy nem szabad tenni, hogy... Jó, megint fog te csuklani! Jó, megmondom! Igen.
Tehát, hogy a sporttól meg a sportáktól így nem szakadt el. De nem lett belőle versenysportoló, és én azt mondom, hogy én magam nem bánom, mert nyilván ez az ő élete, én azt gondolom, hogy az ember egy ideig tudja ezeket irányítani, meg kell irányítani, nem kell mindig mindenbe egy ponton túl beleszólni, vagy erőlködni. Úgyhogy, hogy nálunk inkább ez, vagy ez az irány. Rita, hát nálunk... Nátok, ugye az egy gyereket el is zavartátok? Nem zavartuk. Hát Lili 15 éves, Sophie pedig 10, most lesz 11, mindketten kézlabdáznak. Meghatározó volt talán az, hogy hát ugye nap mint nap az életünk meghatározója volt kicsiként, és hogy anya megy edzést tartani, hiszen régen ugye kicsikkel foglalkoztam, azt mondhatom, hogy Lili nálam kezdte a kézlabdát. És így utólag szoktam esni, hogy hát anya, azért nem volt jó, hogy te voltál az edzőm. Nem azért, mert tehát ez egy ilyen meghasonult állapot, függetlenül, hogy az ember tudja, hogy a lehető legjobbat szeretné átadni, nem csak neki, annak a csapatnak, akivel foglalkozik. Szóval most egy kicsit messziről indultam, ő most 16 éves lesz májusban, és nyáron egy nagyon komoly lehetőség adódott, és Metzben kézlabdázik, ott is tanul. Úgyhogy éppen hétvégén kellett őt visszavinni. Hát azért komoly megpróbáltatások, nehézségek, de hát én azt gondolom, hogyha egy sportolónak komoly céljai vannak, és nagyon-nagyon jó helyre is került, akkor ez egy meghatározó lehetőség az életében. Nyilván ez a kitartáson, a munkabírásán, az, hogy ő egyedül van külföldön, hogy ezt hogy fogja bírni, az élet majd ezt hozza, hogy ezt hogy fogja megugrani ezeket az akadályokat. Hát a Sophie még itt van, most jelen pillanatban ugye pont a múlt héten jött a hír, hogy be kell fejezni az edzéseket, nagyon szomorú volt, mert már nagyon várja a mérkőzéseket. Egyáltalán nem volt kényszer egyikőjük számára sem, hogy ők kézlabdázzanak. Sophie táncolt, egész pici óvodás volt, és akkor ő egyik napra a másikra mondta, hogy Csernus Kriszta volt az akkori piciknek az edző, és mondta, hogy akkor adja meg a Kriszta némi telefonszám, mert ő holnaptól kézlabdázni szeretne. Úgyhogy, ő elkérte tőled a Csernus Kriszta telefonszámát? Igen, hát nyilván ismerte, mert hát azért ott mozgott közöttünk. Úgyhogy nagyon szerette a táncot, de ő azt mondta, hogy akkor kézlabdázni szeretne. Úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy boldogok legyenek, hogy szeressék, amit csináljanak. Soha nem fogom erőltetni. Ha azt látom, hogy ő ezt szeretettel csinálja, és tulajdonképpen mindent alárendel a sportágának, akkor azt gondolom, hogy jó úton van, de ha ők azt mondják bármelyik pillanatban, hogy ők ezt nem szeretnék, akkor természetesen én abban, vagy hát a családomban fogja őket támogatni. Nem egyszerű nekik, tehát amit te is mondtál, hogy mindig ott van mondjuk az anya, aki elért egy bizonyos szintet, és hát azért mindig ott van előttük, és én azt gondolom, hogy ez soha ne legyen verseny. Tehát, hogy a képességének megfelelően jusson el a legmagasabb szintre, és én kívánom mindkettőjüknek, hogy azt az utat, hogy egy olimpiára bármelyikük is eljusson, azt gondolom, hogy az a sok lemondás, amit azt gondolom, hogy elmondhatunk, hogy kiskorunk óta végigcsináltunk. Nagyon-nagyon nehéz út, de hát, hogyha valaki sportolóvá szeretne válni, és tényleg magas szinten szeretné űzni, akkor azok az eredmények, azok visszaadják azt a sok-sok lemondást. Úgyhogy hát mi most jelen pillanatban így állunk. Zsuzsanátok, mekkora a teher a gyereken, hogy utolérjen téged, ami azért elég komoly kihívás. De hát gondolom, akkor nátok is egyfajta választás van, vagy kézilabdázó lesz? Nem. Sajnos nálunk ugye azért már pont itt ülve is egyszer elmondtam, hogy Áronka halássérült, két oldali implanttal rendelkezik, tehát nálunk a kontakt sportágak mind így, az már egyből jelen pillanatban úgy áll az orvostudomány, hogy ez kifújva, kilőve, bár nem tudjuk, mit hoz a jövő, még csak 6 éves, tehát most már hallottunk olyat, hogy különböző csészékbe hallószőröket növesztettek, és tehát ezt így nem lehet megmondani előre, hogy mi, de hát az viszont azt gondolom, hogy még messze van. Úgyhogy ez a része, ez kilőve. Az biztos, hogy nagyon szeret mozogni, nagyon aktív, tehát ez azt gondolom, mind a kettőnktől jön, hogy egyikünk sem bírtunk, sem apa, sem anya nem bírt megülni a hátsóján, úgyhogy ez jól látszik a gyerekbe. Én, mivel nem csapatsportákból jövök, én egy kicsit kritikusabban látom a dolgot. Tehát persze az a része megmaradjon, hogy mozogjon, tanuljon meg úszni, tehát hogy vízbiztonsága meglegyen, ne kelljen minden egyes pillanatban azt néznem, hogy úristen, hol a gyerek.
imádja a sportot, tehát vagy az úszás, az úszodát, úgyhogy ez most ilyen nagy érvágás ez az egy év ebből a szempontból, hiszen pont elkezdett már úgy úszni, hogy már láttam benne azt a kis valamit, hogy na, ott már egy kis kartempó is volt, és halleluja, milyen jó. Úgyhogy ez úgy pont onnantól megszakadt ez a része. Úgyhogy az én kis halacskám, mert szoktam mondani, mert szerintem előző életében hal volt, úgyhogy ez így most ez kicsit szünetel. De mivel említettem, hogy egyéni sportág, én azért látom kritikusabban, mert és ebbe cáfoljatok meg, hogy nincs igazam, de talán egy csapatsportágban abban a részben jobban el lehet egy kicsit lavírozni. Tehát előbb kijön egy egyéni sportágban, ha valaki valamilyen szinten nem alkalmas, mint egy csapatsportágban. Ott inkább úgy mondom, hogyha könnyebben kijön, hogyha rossz napod van, és az jobban befolyásolja a pályafutásodat, mint egy csapatsportágban. És ami nem elvetendő, hogy ennek a díjazása is ugye a csapatsportágnak, illetve az egyéni sportágaknak az egy kicsit főleg az öttusának más. Tehát én azt mondom, hogyha, és most magam ellen beszélek lényegében, mint sportvezető, de ott, ahol le kell ülni, érettségi közelben van már a gyerek, és azt látja a szülő, a gyerek, hogy hát ebből nem lesz már olyan kategóriás versenyző, hogy világbajnok, Európa-bajnok, olimpiára aspiráns ember, akkor igen, sajnos meg kell válni, mert a mai világban nem hiszem, hogy minden szülő tudja ezt, inkább a szülők döntő többsége nem tudja azt anyagilag finanszírozni, hogy jó, akkor a gyerekem, én eltartom a gyerekemet, maradjon bent a sportágban. Nekünk tök jó lenne, mert nagyon jó lenne, de nem tudjuk. Tehát, hogy egyik részéről, mint szülő, azt megértem, másik részéről vezető, azt mondom, hogy ez nagyon gáz, de sajnos ebből a szempontból egyfajta kettősség van, és erre még nem született megoldás, ami jó megoldás, amit az öttusa elbírna, hogy nagy léptékben finanszírozza azoknak a 18 éves, 19 éves érettségizőknek a további sorsát, aki tényleg nem már úgy jön ide, hogy éppen megnyertem a első éves juniorként, megnyertem a junior VB-t, megnyertem a négytusa, az ifi VB-t, és akkor biztos, hogy ott leszek az elitbe. Ahol egy pici kérdőjel van, ott azért nagyon nagy a gondolkodás. De itt hadd vessem egyébként közben, mert szerintem ez fölveti azt a problémát, amiről sokszor szoktunk beszélni, csak nem biztos, hogy elég hangsúlyosan, hogy mondjuk az én gyerekkoromhoz képest ma már nincsenek olyan lehetőségek, hogy tömegsport. Tehát, hogy csak azok azért sportoljanak, akik mondjuk kiestek egy versenysportból, mert nem olyan tehetséges, vagy nem volt hozzá kitartása, vagy bármilyen oknál fogva, de mégis legyen lehetősége arra, hogy lejár mozogni. Mégis legyen lehetősége, hogy mondjuk egy alacsonyabb bajnokságba, vagy bármilyen amatőr bajnokságba, csak azért, mert jó versenyezni járni, mert az is egy elfoglaltság, vagy egy valamilyen szintű kihívás, hogy oda tudjon elmenni. Tehát, hogy tényleg a sportágfüggő, az tény, hogy nincs. Tehát én nem ismerek hobbiöttusázót. De másban se nagyon tudsz ilyet. Egy-kettő van. Hát esetleg alacsonyabb osztályban el tudnak menni. Jó, de kézilabdában sincs, talán a fociban van egyedül, hogy majd még a megye 122 is létezik. Kéziben is azért még eljátszogatnak. MB2 megyei osztály, sőt nálunk vannak olyan, úgy nevezzük anyukák csapata, akik megyében kézilabdáznak és hobbi szinten lejárnak. Én talán most itt a tömegsportra visszakapcsolva a mostani fiataloknak sokkal több időtöltéssel telik azzal, hogy már mobiltelefonok vannak, hogy számítógép van, tehát nincs az, ami régen volt, hogy én kimentem a tópartra, ugye Tatabányán nőttem fel, hogy iskola után kimentünk, játszottunk, hogy ugráltunk, szögdeltünk, hogy kimentünk az erdőbe, fára másztunk, ezek a dolgok, ezek most a mai gyerekeknél már nincsenek, mert külön órára jár. Csak az, a mai gyerekeknek mit csinálok? Leülök a vívóterembe, kert csütörtök, általában lehet, hogy még pénteken is ott vagyok a vívóterembe. Elhangzott, hogy a telefonokat hagyjátok lent, vagy rögtön, amikor feljöttök, tegyétek le, és nem egy olyan eset volt, hogy én írtam rá messengeren a gyerekre, hogy tedd le a telefont, és tudod, terem végéből fölnézett mosolygott, mondom, tedd le, jó? Tehát mennyi vívni, tehát sajnos ez jó, szörnyű. Jó, tény és való, hogy ezzel nagyon tehát hogy nagyon nehéz versenyezni, de hát úton útfélen ezt halljuk állandóan, nem, hogy hogyan lehetne a gyerekeket valahogy egy másik irányba egy kicsit átvinni, hogy ne az legyen, hogy előbb-utóbb mindenki gerincferdüléses, pupos hátú, nem tudom milyen lesz attól, hogy állandóan ezt csinálja. Nem egyszerű, ez biztos, hogy nem egyszerű. De a szülőnek szerintem van ebben felelőssége. Olyan. Részben a példamutatáson keresztül, részben meg tényleg, hogy milyen irányba terelgeted azt a gyereket. Na, akkor beszélgessünk egy picit az aktualitásokról, jó?
ki mennyire követi az eseményeket? Rita nyilván hivatalból. Milyen aktualitásra gondolsz? Általában ugye itt a műsor elején, aminek ugye most mi már a vége felé közeledünk, de ez ilyen rendhagyó nőnapi adás. És a macskát még be sem mutattuk. És a macskát tényleg. Mert bocsánat, de így merre kell mutatni, hogy ezt azért direkt azért hoztam. Ott világít a piros. Hogy ezt direkt azért hoztam, hogy egy női adásban legyen valami női az asztalon, hogy egy kicsit... Fekete macska volt? Igen. Pont ezt mondtam. Ja, nem a boszorkányok. Én nem azt, hogy visszafordulok az úton. No, de ennek annyi a története, egyébként ennek az a neve, hogy Nofrispárna, és azért, mert nekünk amúgy 4 macskánk van otthon, és a legkisebb, amelyik még nincs 1 éves, az egy fekete macska. 4-ből egyébként 3 ilyen mentett cica, tehát, hogy ugye így kerültek hozzánk. És a Nofrinak a tisztességes neve az Nofertiti, mert hogy fekete macska, és hogy ez egyiptomi. És, de így nem lehet egy macskát szólítani, hogy Nofertiti, de ezért lett Nofri. És akkor a Nofrispárna is lett nekünk, és ezt most direkt elhoztam, hogy így a női adásból legyen valami cicás is. Bocsánat, igen. Semmi baj, mert pont ezt mondtam, hogy ez azért nagyon jó, mert tényleg előfordul az, hogy hölgyek, ti képesek vagytok meglepni bennünket olyan dolgokkal, olyan szituációkban, amikben mi férfiak nem is gondolnánk, hogy mondjuk ilyet lehet csinálni, mondani, enni, hozni, venni, szóval ettől szép a világ. Szóval egyébként ez a műsor ez úgy néz ki, hogy az elején átveszük így nagyjából a helyi aktualitásokat, ugye. Hát megint nem volt ugye túl szép hétvégénk, és ugye ez akkor is igaz, hogyha mondjuk a múlt heti szerdai megyei rangadót idehozzuk ugye kézilabdában. Ugye hát végül is a Vidi az, amelyik ugye győzni tudott Budafokon. Kivételesen. Nyugodtan, mert ez egy ilyen műsor. Igen, hát azt mondom, hogy kivételesen, mert az utóbbi időben azért nem ment annyira jól a csapatnak, és ugye hát azért ez a harmadik hely elég szerény egy bajnokaspiránshoz képest, én azt gondolom. De most direkt megnéztem a tabellát, mert tabellákat azért nem szoktam mindig nézegetni, tehát az eredményekkel azért tisztában vagyok, meg ugye nézünk is meccset, de most direkt megnéztem a tabellát, ugye, hogy hát a harmadik helyen szerénykedünk 5 pont előttünk, 5 pont utánunk, tehát hogy nyilván nem úszott el minden esély, de hát olyan csapatoktól kaptunk ki szerintem, akiket illett volna itt megverni az utóbbi időben. Nálunk ebből annyi az aktualitás egyébként, az én... Mondjuk ugye a gyermekem édesapja inkább Fradi szurkoló, és hát ezt így felemlegettem. Ezt nem hallottuk. Igen. Én hallottam. Igen, és hát ezt így egy ilyen forduló után mindig elmondja nekem, hogy hát hallottunk mi olyat, hogy karácsonyra majd a Vidi fog vezetni, és ezt így mindig az orromra dörgöli, mondom, hagyjál már engem ebben békén, légy szíves, úgyhogy mondom, hagyjuk, zárjuk már ezt le, jó? Ezek szerintem legalább a Vidinek szurkolsz, hogyha a fociról van szó. Én inkább semleges vagyok, és mindig azt szoktam, hogy egy jó meccsnek nagyon-nagyon szoktam örülni, azt meg szoktam nézni, de igen, tehát azért mondjuk úgy, hogy voltam már kint Vidi meccsen, ahol mondjuk édesapámnak a lábát a felső karéről összerúgva zúgtunk kint a ketten lefelé, de hát szóval igen. Ebből kiderült, hogy azért meccsre is járunk. Én még kezdőrúgást is rúgtam annó. Na tessék. És úgy, ja, megvan, mit akartam. A Vidika, csak itt ugye kalandozunk jobbra-balra, akkor ha már Vidi, akkor ti mit szóltok egyébként ehhez, és ez azért elég különleges, hogy az olyat hallottunk már, hogy azt tudjuk, hogy a következő szezontól kiveszi át a csapat vezetését, ugye most a Vidinél pont az a helyzet, hogy Szabics Imrét kinevezték február 20 végén, valamikor. Ugye? Akkor engedik el, ha jól tudjuk. És akkor április 1-től lesz majd a Bolondok napján, tehát... Tessék, hát ez is nem. Egy női szempont, ami eszébe jutott a Zsuzsinak. Ez nem egy egyszerű helyzet. Én azt gondolom, hogy egy edzőváltás után vannak, de még az új edző nem érkezett meg. Nyilván annak az edzőnek sem egyszerű, aki most egy ilyen átmeneti állapotban, nyilván ő azért dolgozik, hogy a csapat sikeres legyen. De azért itt a felelősségen azt gondolom, hogy szóval olyan egyszerű azt mondani, hogy az edző. Szóval itt a játékosoknak a felelőssége, hát azért mégis egy profi csapatról beszélünk, egy nagyon komoly lehetőségekkel bíró csapatról beszélünk, és én azt gondolom, hogy ilyenkor így mindenképp magába kéne egy kicsit markolni, hogy hát azért mutassuk már meg, hogy mi ennél többet tudunk.
talán ez az, amit én úgy hiányolok a látott mérkőzések alapján. Tehát elég hullámzó ez a... És én azt gondolom, hogy játékos állományban, létszámban egy nagyon-nagyon komoly bázist mutat. De természetesen ebben a szakmának nem most szeretnék. Most az, hogy elég hullámzó a teljesítmény, ez most gyakorlatilag mind a négy kiemelt csapatunkra elmondható, mert ugye azért a kézislányok is nyertek ugye rangadót, mondjuk Debrecenben, amire kevesen számítottunk, majd ugye Érd ellen egy olyan meccset buktunk el, a saját magunk, a kosarasok hullámzásáról szerintem, ha az ember fölnéz a különböző fórumokra, akkor azért lehet olvasni bőven. Hát ugye a hokisok, ne is beszéljünk, akik... Tessék, csak a sportágakról beszélünk. Ugrunk, mert ugye nálatok elkezdődött a szezon, úgyhogy fogunk arról is beszélni, csak hogy egy nagyon picit engem az érdekelne, hogy és akkor ide már idehozhatjuk egyébként az egyéni sportot is, hogy eznek a hullámzásnak ugye van egy pszichológiai háttere is, én azt gondolom, hogy a játékos, a versenyzőnek a lélektana, és ugye ahogy korábban Zsuzsa, te mondtad, hogy ugye a legkisebbeknél nagyon fontos, hogy kis simogatás, dédelgetés, stb., hogy én biztos, hogyha mondjuk pszichológushoz mennék, vagy ahogy annak idején voltam sportpszichológusnál, és hölgyhöz mentem, biztos, hogy hölgyhöz mennék, mint pszichológus. Ti hogy látjátok ezt a dolgot? Hogy lehet ezen túllendíteni az urakat, hölgyeket, vagy akár hogy sikerült ez? Hiszen például, ugye Bence Sacinál is voltak hullámhegyek, völgyek vagy akár saját pályafutás. Most egy kicsit aktuálisak akarunk maradni, akkor inkább olyan abból szempontból egy aktuális témát hoznék föl, hogy az én meglátásom már maga az, biztos, hogy megérne egy ilyen pszichológussal való beszélgetést, hogy hogyan állnak oda a versenyzők, sportolók, csapat, és tök mindegy csapat vagy egyéni sportág, hogy a mai helyzetnek megfelelően bármikor csinálhatok egy pozitív tesztet, úgyhogy elmentem, csak vásárolok, betartok, hazamegyek, maszkba vagyok, hazamegyek, kezet mosok, de valakivel kontaktáltam, és egy csapatsportágnál, ahol elkerülhetetlen a kontakt, hányszor hallottunk kézilabdában azt, hogy az ellenfél játékosát eltitkolták, hogy esetlegesen koronás, és azért most éppen 3-4 emberünk került karanténba, akkor őnála van karantén 10 napra, ő meg csak 2 napra vagy 3 napra, őt kivettük fél évre, nem vettük ki. Az öttusában is volt ilyen, hogy a verseny előtti tesztelésen derült ki, aki egyébként csak azt érezte, talán egy kicsit mintha fájna a fejem, de egyébként semmi bajom nincs, hogy pozitív lett, és onnan elvitte az egész versenyévadját, azt a picit is, ami még lett volna. Tehát azért ezt hogyan dolgozzák föl, hogy állandóan tesztelni, bármikor ott lebeg a fejed fölött az a bizonyos pallos, hogy akkor mikor vagy pozitív, mikor nem mehetsz, és akkor oda teszem, ez leginkább csapatsportágra vonatkozik, hogy mikor kerülhet, amikor majd visszakerül újra az életünkbe az, hogy nézők előtt játszunk, akkor megint hogy lesz tele a gatya, hogy akkor most úristen, most megint bíroznak, megint játékosoznak, most éppen nekem szurkolnak, és hallom a nevemet, és stb. Tehát hogy ezeket hogyan fogjuk, meg most hogyan dolgozzuk fel. Tehát ez is megérne egy... Azért nagyon érdekes, hogy pont erről is beszélgettünk a múlt héten Somon Zolival, Németh Krisztián és Ferenc Balázssal, például a hokisok kapcsán, ahol ugye legendás, az ördög katlan, hogy tényleg ugye itt ez egy tényleg igazi, echte, retro csarnok, ahol tulajdonképpen a szurkoló ott liheg a palánk mellett a játékos nyakán, míg tényleg a nyugat-európai vagy a modern csarnokok azért már tényleg egy hodályok gyakorlatilag. Én jobban is szeretem egyébként az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokot ebben a tekintetben, hangulatát illetően is, hogy tényleg, hogy milyen lesz az, amikor itt hosszú-hosszú hónapok után, ne adj Isten, egy év után ismét visszatérnek a tele nézők. Lesz a gatya. Az biztos. Valakit én azon nagyon jól befolyásol a szurkolói nyomást. Az akár tehát pozitív értelemben vannak, mondjuk, hogyha kézlabdáról vagy fotballról beszélünk, vagy jégkorongról, hogy kimondottan komoly szurkolói háttérrel rendelkező csapatok vagy klubok.
talán azok érzik meg kevésbé, hogy most zárt kapuk mögött mennek a mérkőzések, akiknek nem volt annyira nagy szurkolótáboruk, illetve hogy milyen a csapat összetétel. Azért egy rutinos játékosokkal teli, aki megszokta azt a hangulatot, azt a katlant. Én azt gondolom, hogy azok sokkal jobban igénylik azt a külső befolyásoló tényezőt, mint akik esetleg fiatalabb játékosok, hiszen nincs rajtuk az a nyomás, neki ki kell mennie 1000 ember, 2000 ember elé játszani. De amit te is említettél, hogy azért ez a pandémiás időszak nagyon-nagyon nehéz. Nincs rá egész egyszerűen recept, hogy ki hogy fogja tudni megfogni a csapatsportágban. Ugye az a nehézség, ha egy fontos láncem, vagy akár egy kiegészítő láncem kiesik egy csapat életéből, hihetetlenül tud borulni minden. Egy-egy én is sportolanál, amikor ugye a formaidőzítés ugyanúgy nagyon fontos, és pont akkor nem tud teljesíteni, ugyanúgy borul minden. Én azt gondolom, hogy itt most mindenkinek ugye egy kicsit a türelme már kezd elfogyni, és hát az, hogy ebben a kitartás, ez, hogy most ez meddig. És ebben a türelem az rettentő fontos, hogy csak edzünk, lehet, hogy elhalasztanak mérkőzést, akkor csak 2 hét múlva. Itt is formaidőzítés van, tehát én is mindig úgy dolgoztam, hogy hosszú távra volt egy makrociklus, mikrociklus, be voltak lőve, hogy mikor játsszuk az edzőmérkőzést, mikor kezdjük a bajnokságot, tolódott minden, amikor elkezdtük a szezont szeptemberben, ugye egy felgyorsított bajnokság volt, ennek a fiatal csapatnak egy kicsit visszatérve, ugye az előző, hogy az eredményességet kérdezted, tehát borul minden, tehát egész egyszerűen nem, nincs kiszámíthatóság a sportágokban. Úgyhogy ez mindenki számára nehéz. Így van, és arról nem is beszélve, mert ha a pszichikai állapotra gondolsz, ugye most egy éve gyakorlatilag abban élünk, hogy ritkán találkozol a rokonaiddal, vagy nem találkozol, nem utazhatsz, nem mehetsz moziba november óta, színházba sehova, tehát azért egy sportolónak is kell az, hogy feltöltődjön, kikapcsolódjon, pont azért, hogy fejbe rendbe tudja tenni magát, hogy amikor kell, akkor összpontosítani tudjon, és oda tudja tenni magát. Na most ez nincs meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez minket, kvázi civil embereket is megvisel most már, ugye, hogy nem csinálhatunk ugye semmit, és bizonytalanságban élünk, hát akkor még egy sportolót, akinek tényleg hétről hétre, versenyről versenyre ugye oda kell tenni magát. Hát, hogy egy fél point ide szúrjak, ha annak idején van a pandémia, akkor lehet, hogy Tápai Szabi, de még mindig a játékosod. Ha így a szórakozásról jut eszembe. Ezt szeretnéd záró magam. Nem, ja, semmiképpen hát se, csak nekem ez jutott eszembe így hirtelen. Ott másfajta problémák voltak, úgyhogy... De ez most nem az a műsor szerint. Nem. Csak gondolom, hogy könnyed műsorban ez talán belefér. Így zárásképpen, múlt héten is beszélgettünk erről, és csak nagyon-nagyon röviden, ti mennyire vagytok optimisták egyébként az illetően, hogy lesz-e olimpia? Azt gondolom, hogy olimpiát mindnyájan néztek, hát Zsuzsa érintett is lesz, reméljük duplán, ugye Saci és Bence révén. Az egy külön műsort megérne, hogy ezt egyébként ti hogyan tudjátok kezelni, lesz-e, nem lesz, hogyan lesz addig a versenyszezon, előtte lesz-e komoly verseny, lesz-e hazai világkupa, a tavalyi elmaradt, szóval nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de hogy mennyire vagytok ezzel kapcsolatban optimisták, ugye volt nem olyan rég egy felmérés, hogy a japán nagyvállalatoknak több mint a fele nem támogatja az olimpiát, és hát azért a japán nem az a, ezt múlt heti műsorban is elmondta, nem az a fajta nemzet, aki csak azért is megcsinálja majd az olimpiát, ott a józanész fog dönteni, és azért márciusban talán ki kell mondani a végső szót? Hát most megint hadd kezdjem én, ugye, hogy említettem, a sportolói bizottságnak tagja vagyok, és minden egyes alkalommal elmondja a Krisztián, amikor ülésezünk, hogy igenis mondjuk el mindenhol, igenis a szervezőbizottság is a lelkükre köti, hogy mondják el, terjesszék, hogy lesz olimpia. Aztán, hogy most mit fog hozni majd a jövő, az majd ki fog derülni, és tényleg nem akarok politizálni, de azt gondolom, hogy ebben azért az oltásnak nagy szerepe lesz majd. Úgyhogy én sok mindent szeretek így nézelődni, meg olvasgatni, úgyhogy sok mindent olvasok, pro-kontra, ki mit mond, mennyire mérvadó, nem mérvadó, de azt gondolom, hogy hát, ami az olimpiának egy kicsit negatívuma lesz, hogy én azt gondolom, és ez az én véleményem, hogy lesz olimpia, nagyon sok tesztelés lesz, oltáshoz fogják kötni, és sajnos nézők nélkül. Csatlakoznak a hölgyek?
A kézlabda sportág az most a női vonalon, ugye márciusban lesz olimpiai selejtező, úgyhogy remélhetőleg. Igen. Hogy beszélgettünk erről. Igen. Én remélem, hogy a magyar kézlabda női szakága kivívja az olimpiai lehetőséget, hogy tudjanak menni, mert nagyon-nagyon nagy szükség lenne rá. Én is azt gondolom, hogy lesz olimpia. Ez egy olyan gazdasági, tehát itt a sportoló egy eszköz, és én azt gondolom, hogy meg fogják rendezni. Biztos, hogy ilyen szigorú feltételrendszerrel. Hogyha biztonságát lehet, a lehetőséget a résztvevőknek biztosítani, akkor azt gondolom, hogy meg fogják kockáztatni annak a rendezését. Én nem merek semmit mondani erre, hogy lesz vagy nem lesz, viszont nagyon szeretném, hogyha lenne. Mert azt gondolom, hogy jelen helyzetben ez nagyon sok embernek jelentene egy olyan tartalmas kikapcsolódást, szórakozást, ugye meg élményeket, ami tényleg egy kicsit el tudná vinni a mindennapjainkat arról, hogy mindig feszültségben, bizonytalanságban van élünk, és szerintem rettentő sokat tudna segíteni. Tulajdonképpen most lenne a legjobb. Itt a két hét leállás alatt, hogyha olimpia lenne. De akkor összességében optimisták vagyunk, én pedig optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy majd legközelebb is eljöttök ide hozzánk, és beszélgetünk majd még sportról. Nagyon szépen köszönöm Vörös Zsuzsának, Deli Ritának és Porsányi Beának. Nekem mindig a lánykori neve jut eszembe, azért kellett újra puskázni, mert a lelkemre kötötték, hogy Porsányi Beának kell, hogy bemutassalak. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, várunk majd még vissza benneteket. Köszönjük szépen a lehetőséget. Önöknek pedig a figyelmet, ez volt a kezdőkör, ezzel a műsorra legközelebb majd egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! Game.